Elképesztően forró napokat élünk át most, és nyilvánvaló, hogy ez nagyon sok embernek megterheli a szervezetét, még az egészséges emberek szervezetét is megterheli, főleg azokét, akik valamilyen munkát, esetleg fizikai munkát végeznek, és mielőtt kérdésként esetleg felmerülne a nézőkben, hogy mit keres rajtam a Magyar Posta pólója, azok számára elmondom, bár ebből nem csináltam titkot a korábbi években sem, hogy én régebben éveken át postás voltam, tehát pontosan tudom, hogy ebben a kánikulában milyen érzést leveleket kihordani, úgyhogy egyfajta szolidaritásként szeretném mutatni, hogy pontosan tudom, hogy mit éreznek most azok a kézbesítő postások, akik ebben a nagy melegben leveleket hordanak ki. Nyilvánvalóan ez a sajtótájékoztató nem kizárólag a postásokról szól, hanem mindenkiről, aki ebben a nagy melegben valamilyen munkát végez. Mert sajnos azt kell látnunk, hogy nagyon sok helyen igazából nem foglalkoznak preventív jelleggel ezzel a kérdéssel, majd amikor az ANTS kihirdeti a hőségriadót, akkor megy a kapkodás, a védőitalok beszerzése, az átszervezés, hogy hogyan lehet biztosítani a több munkaszünetet, úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom azt szorgalmazza, hogy alakuljon ki egyfajta preventívebb gondolkodásmód, hogy ne érje felkészületlenül a munkáltatókat, hogyha az ANTS kihirdeti a hőségriadót. Továbbá azt kell látni, hogy sajnos a jogszabály sem fogalmaz teljesen egyértelműen, ugyanis a meleg mást jelent mondjuk akár egy buszsofőrnek, egy építőipari munkásnak, ugyebár egy postásnak, és mást mondjuk azoknak, akik irodában dolgoznak, bár ott is lehetnek olyan körülmények, hogy megterheli a dolgozók egészségügyi állapotát. Főleg olyanokét, akik egyébként szenvednek valamilyen alapbetegségben, az ő esetükben ez akár életveszélyes állapotot is előidézhet. Illetve a Mi Hazánk mozgalom arra hívja fel a figyelmet, hogy itt lenne az ideje annak, persze nyilván általános érvényű szabályrendszert itt nem lehet lefektetni, de egyedi eseteket megvizsgálva szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy a munkáltatók nézzék meg annak lehetőségét, hogy az ő munkahelyükön hogyan lehetne átszervezni legalább ezekben a forró napokban a munkaidőt. Olyan módon, hogy legalább a legforróbb időszakban ne kelljen dolgozni, vagy legyen egyfajta hosszabb pihenőidő. Még egyszer mondom, nyilván ahány munkahely, annyiféle körülmény, tehát erre általános érvényű iránymutatást nem lehet mondani, de a szemléletet meg lehet változtatni. Nyilván azt is tudjuk, hogy nagyon sok munkáltatónál, úgy általában véve ebben a rendszerben minden a profit, mi viszont azt mondjuk, hogy nem minden a profit, hanem elsőrendűen a magyar dolgozók testi épségét, egészségét kell védeni, és egyébként azt csak halkan teszem hozzá, hogyha ilyen szemléletbe dolgoznak a magyarok, akkor sokkal jobb kedvel fognak bemenni dolgozni, és egyébként ez az adott cégnek a hosszú távú érdekeit is fogja szolgálni. Tehát még egyszer mondom, mi azt szorgalmazzuk, hogy mindenhol gondolják át, hogy hogyan lehetne ésszerűsíteni ezekben a forró napokban a munkavégzést.